Sziasztok, ez itt a What's My Life egyik adása. Legerszky Krisztával beszélgetek most majd, aki az Old Tamás legújabb rendezésében fog játszani. A Minden kezdet nehéz, hát még a Versenyzongora című darabjában, amit a Váci Dunakanyar Színházban. Semmi. Mesélj róla, Kriszta, akkor! Semmi, csak próbáltam így alájátszani valamit, amiket mondasz, egy kicsit oldjalak téged. Na akkor már első kérdésem az egyből menne is hozzád, hogy melyiket szereted jobban akkor? Ugye téged az egész ország ismerhet a Jobban-Rosszban című sorozatból, a tévés szerepléseket, vagy inkább a színházi fellépéseket? Most érzem magam a legjobban, azt kell, hogy mondjam, mert hogy eddig kevés színházi felkérésem volt, és most egy bizonyos ideje kapok felkéréseket, és nagyon örülök ennek, és ez így érzem most jól magam, mind a kettő egyszerre megy, mert ugye bent a sorozatban, hogy 25 percünk van felvenni egy jelenetet, ott egy nagyon egy ilyen, hát mondhatjuk így csúnyán gyárszerűen haladnak a munkálatok, sikerül ott is alkotni, de ott inkább főleg az, hogy tek-tek-tek-tek így menjen. És amikor eljöv a forgatásra ide, akkor mindig így nagyon szeretek ide járni, tehát ugye már dolgoztam itt, tetszettek volna forradalmat csinálni darab kapcsán, itt a Lengyelkecsek, Szlovákokkal nagyon jó kis csapat várbuválódott össze. És most újra visszajöttek ide, és nagyon jó volt, ma is jöttem be a gyönyörű időbe, jövök ide, ki nagyon szép ez az út, szeretek itt lenni, szeretem, nagyon jó társaság van most is, és hát a Tomika ugye már megismerkedtem a másik darab kapcsán, és itt teljesen ez a darab annyira arról szól, hogy az ember eldobja az agyát, és laza legyen, és hülyéskedjen, és kicsit kilépjen a szokott normából, és nagyon élvezem azt, hogy hát ugye Barbara, ami most, ugye ő most ez a börtöntörténetet erősíti, tehát teljes mértékben a dráma érvényesül, meg a tragédia, és itt meg ugye a komikai vénámat kell kipróbálni, ami nekem amúgy is fejlesztésre szorul, úgy érzem, eddig csak is, vagy főleg ilyen drámai szerepek találtak meg, és nagyon élvezem, ez egy tök jó kihívás, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek újra. Említetted, hogy az Old Tamással már dolgoztál együtt ugye a V4-ek alatt, ami itt nyáron volt a Váci Dunakanyar Színházban. Hogy két kérdés összefoglalnék, hogy milyen Old Tamással újra dolgozni, illetve milyen újra itt lenni a Váci Dunakanyar Színházban? Hát nagyon jó itt lenni, én a Kisdomonkos Márkot is nagyon jól ismerem, vele együtt dolgoztunk egy másik darab kapcsán, és azt kell, hogy mondjam, a kapcsolatunknak, mind az Old Tamással, mind a Domával is a humor az egyik fő bázisa, mert nagyon sokat hülyéskedünk, meg nagyon vevők vagyunk egymás poénján, én úgy érzem, meg én főleg a Tamásnak, ami a darabjában képvisel ezt a humort, meg ezt a poénrendszert, én nagyon szeretem. Úgyhogy ezt, és nagyon szeretem, de mondom, még nem sikerült ebben kipróbálni magam, és tök jól esik az, hogy egy kicsit felfedezni az én komikai vénámat is, meg hogy én hogy tudok viccelni, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon vártam ezt a közös munkát már így nyáron, mondták, hát már a V4-ek alatt ugye megtudtam, hogy lesz egy darab, amit a Tomi rendez, és hogy én játszhatom az egyik főszerepet. És nagyon megtisztelve éreztem magam, meg örültem, és most nagyon, nagyon jó, tehát tényleg egy laza, fiatalos csapat, de a Vándor Évéket meg még ismerem, a Jobban-Rosszban játszottunk együtt, ilyen nagyon cuki, nagyon fiatalos, ilyen kis tündér keresztanya, úgyhogy nagyon jó, örülök, hogy itt lehetek, ennyi, megint a És várhatunk még téged itt a Váci Dunakanyar Színházba? Tehát több előadást szeretnél itt? Igen, nagyon szeretném, ha még láthatnának itt engem az emberek. Jó, köszönjük szépen, Kriszta! Én is köszönöm.